Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom. A tavasz és a szerelem, a május és a virágzás jegyben járnak, hangzott el a Tékaféban rendezett eseményen. Népdalok, népbaladák hangzottak el a Koltói Ádám által összeállított testen. Áll előttem szép violám, rózsaszínű szép ilonám, kegyes tekintetű rózsám, gyönyörűséges violám. Akkor lészen vígasságom, rózsaorcádat valátom, és édesen csókolgatom, akkor lészen újulásom. A dalok és balladák pedig a szerelem szép históriáját követték. Ugyanis megfogadtuk Bartók Béla tanácsát, hogy a daloknak a szövegét is vizsgálni kell. A dallam ugyanis elvonja figyelmet. Néhány szót a szövegről, mindössze két jellemzőt hadd emeljek ki. Egyrészt a népnyelvnek az egyszerűsége, tisztasága, közvetlensége, ízessége. A másik a tiszta képi világ, amely általában párhuzamot van a természet és az ember között. Talán egy példát tudok mondani, teli van a rózsabokor virággal, teli van a város szép lánnyal, mint hogy itt is természetesen. Az érdeklődők végigkövethették a természet haladását, a nyíló szerelemtől a virágzó szerelmen át, annak elhervadásáig, és a közös éneklés sem maradt el.